Idén-nyáron komoly munkálatok kezdődtek el a Veres Péter Kulturális Központ épületében. A régi kazán bontási munkálatai júliusban megkezdődtek, és szerződés szerint határidőre be is fejeződtek. A beruházásról júliusban kérdeztük az intézmény vezetőjét, Sári Istvánt. Volt két gázkazán égőfejünk, illetve van két kéményünk jelenleg is. Ebből csak egyik működött. Valóban egyébként egy gazdaságtalan rendszer volt, ezért is indokolt a cseré, illetve hogy akár a kémény, akár a kazán ment volna tönkre, akkor veszélybe került volna az épület fűtésének a biztosítása. Ez egy biztonságosabb rendszer lesz, ugyanis ez egy 7-tagos kazán lesz, ami tulajdonképpen önálló működésre képes minden egyes tag, és igény szerint lép be egy-egy kazántag a fűtésbe, igény szerint. Ugye az megmarad, hogy a színháztermet az külön körön lehet fűteni, illetve az épület fűtése az ezáltal lesz megoldott. Az új kondenzációs kazán megközelítőleg 16 milliós költséggel valósult meg. Itt tulajdonképpen régen két kazán volt, egyik már üzemképtelen, a gimnáziumot már nem kellett ellátni, a másik pedig ezt a kultúrházat látta el. Ehelyett lett egy új, modern, kondenzációs modul kazán behelyezve. Tulajdonképpen ez modulokból áll, az azt jelenti, hogy ha bármelyik modulnak van bármilyen műszaki meghibásodása, ami ugye nagyon-nagyon soká várható, akkor a többi modul tovább üzemel, tartalékvezelővel rendelkezik, tehát azt jelenti, hogy több kazánegység van egyetlen burkolat alatt, ebbe ez jelenti az üzembiztonságot. Ezen kívül felújításra kerültek az osztógyűjtők, új szerelmények lettek beépítve, a hőszigetelések cserélve lettek, valamint a szivattyúk, tehát a fűtési rendszernek a kerintető szivattyúi lettek még kicserélve, Viló német gyártmányra. Ezek forgatszám szabályzósak, az azt jelenti, hogy nem csak úgy működnek, mint a régi 0-100, hanem ez köztes, teljesen a rendszernek a igényeihez szükséges fordulaton mennek, sokkal kevesebb villamos energiát ezzel megtakarítva. A kazán kondenzációs, az azt jelenti, hogy még a füstgáznak az energiáját is kinyeli. Az azt jelenti, hogy itt ezt összesen figyelembe véve minimum 30%-os energia megtakarítás várható. A most átadott rendszer a későbbiekben a régóta esedékes egyéb felújítási munkák elvégzését követően nem csak a központi épület fűtését képes majd ellátni. Jelenleg a műfáznak a fűtésére alkalmas 770 kW-os teljesítménnyel, de amennyiben az épületnek az energetikáját ugye csökkentik azzal, hogy nyilvánzárokat cserélnek, hőszigetelik, stb. Természetesen azt a tartalék energiát lehet más épületre is fordítani.